Én izgulok. Én 27 éve színpadra lépek, de én izgulok, mert tudom, hogy nagyon sok mindenen, sok mindenkin, és rajtam is múlik az, hogy ez most hogy fog működni. ...1991. november 15-én az Arénában játszottunk, ahol azelőtt önálló koncertet magyar előadó egy szem adhatott, ez Demjén Ferenc volt, akinek akkor is éppen 25-30 év forja volt hozzánk képest, vagy mit, nem tudom pontosan, hogy mennyi, de ilyen 30-nak tűnt, az biztos. Tehát számunkra ez egy óriási lépés volt, és aztán ez a nagy közönség szeretett sajtófigyelem, amire senki nem volt felkészülve, nem tudtuk, hogy ezt hogy kell kezelni. Iszonyú nyomás alatt voltunk. Ez a zenekarban eleve meglevő ellentéteket, ezeket megnövelte. És akkor én rájöttem, hogy én megpróbálom szólóba. Egyáltalán nem mondta senki, hogy ez fog sikerülni. Bonanza Banzai vagy Ákos? Ákos. Na, akkor ismertem már meg, én a Bonanza Banzai korszakát annyira nem ismertem. 95-ben, tehát éppen 20 évvel ezelőtt, az Indián Tánc volt az első lemez, ami zenekari hátország nélkül jelent meg. És biztos volt, hogy ezen a lemezen dől el, hogy én lehetek-e szólista, elfogad a közönség szólistaként, vagy nem. Ti Ákos rajongók vagytok? Igen. És mi a kedvenc számotok? Hárített? Nekem a majom a ketrecben. Megy a műsor, nézed az életem, majom a ketrecben, igen, ráznám a rácsot, te nem merem, majom a ketrecben. Igazából ezen nőttünk fel, mert anyukánk nagyon szerette az Ákost, úgyhogy igazából ezek voltak az első koncertek, amiket életünkben is részt vettünk, úgyhogy ez a lelkesedés megmaradt. Szerintem ő az egyik egyetlen olyan magyar előadó, akire azt mondom, hogy szakmailag is képzett meg, amit csinál, én azt tisztelem. Abban a műfajban, amit én ostromlok már 27 éve, ott az ember ennyi idő alatt sok mindenre rájön. Például ez egy nagyon zenei értelemben nagyon egyszerű műfaj, és az ember a saját érdeklődését nem tartja benne életben, ha ez elkopik, akkor nem várhatja el, hogy más érdeklődjön a munkája iránt. Én nem találtam még jobb móduszt, mint azt, hogy mindig újra hangszerelem, mindig más zenekari felállásban, más hangzással próbálom földolgozni az elmúlt, most már lassan 3 évtizedet, az önmagam szórakoztatására, amit előfeltételül gondolok annak, hogy mást is szórakoztasson. Én úgy szeretnék elérni sikert, hogy hagynak meg dolgozni érte. És hogy azt mondhatom, amit tényleg gondolok. Ez nem egyszerű, mert működik a belső cenzúra is, a külsőről már nem is beszélve, mert van a közönség elvárásának is van egy ilyen cenzúrázó hatása. Én meg szeretnék szabadabban élni ennél. Én örülnék, hogyha ilyen lenne régebbieket jobban. Mi a kedvenc Ákos számod? Az új száma. Az igaz. És a... Hát az igazán is jó. De az ébredj mellettem is tetszik. Értem. Tudnál belőle idézni? Hát nem igazán. Döntened kell, mi a fontosabb, megnyisd vagy őrizd önmagad, csak félig él, aki nem szabad, a rabok szíve megszakad. Nagyon várom a hangtechnikát, meg a fénytechnikát, ez az, ami igazából még vonzott. Engem kezdetektől izgatott az, hogy vizuálisan is olyasmi jelenjen meg a színpadon, és segíti azt, amiről mi beszélünk. Lehet, hogy ez nem a fontos, amiről mi beszélünk, de amikor azt mondjuk, hogy red, akkor ne legyen sárga villany. Hát ez még nem annyira bonyolult. Ő tényleg tud újítani, és ez nagyon tetszik. A hazai popkultúrában legalábbis nagyon jó. Videóvetítés van, komoly világítástervezés van, hangzást is próbáljuk. Hát próbálunk úgy tevékenykedni, mintha egy létező országban egy létező produkció lennénk. Nagyon tudja, mi kell a közönségnek. Egy olyan világban élünk, ahol egy komplex élményt kell nyújtani annak, aki megtekint. És ráadásul én nézőként is ezt szeretem. Annak akarsz látni, ami nem vagyok, majom a kedvencben, igen.
totál túl vagyunk. Mert, ugye? Egy ja, ilyen világos életműsor. Meg akartam kérdezni egyébként, hogy honnan az együttes neve. Igen. Honnan a név. Igen. De hát ezt szerintem kitalálja a nézőnk. De egyébként nem gondolkodtál szóló karriered előtt azon, hogy nem Ákos lesz a neve? Tehát, hogy voltak terve? Gondoltam, hogy Piero, de az már foglalt volt akkor, addigra.